Forog. Nem tudom elkezdeni. Na, szóval a buktát fog csinálni az asszony. Sose tudom elkezdeni. Na, akkor én elkezdtem neked. Buktát készít az asszony, és miközben a bukta kell, közben fogunk egy élőt is csinálni. Na, szóval, mesélj. Szóval ezt a bukta receptet már, vagy kétszer elkészítettem, vagy háromszor. A receptet, vagy a buktát? A buktát. És mindig ugyanolyan jól sikerült, és ugyanolyan finom volt. Úgyhogy ez ilyen... Mit szoktak erre mondani, amikor ilyen nagyon jól is beválik? Hát bevált. De valamit szoktak erre mondani. Mindegy. Az az, hogy, ma elég hart, mert még a torka troppal. Ja, igen. Beszélj te helyette. Nem, beszélj te. Téged akarnak a nézők. Kicsit itt... bonyolult, mert sokat kell így pihentetni, háromszor kell. De nem baj, megéri. Azért fogok most buktácsukni, mert holnap be kell mennünk az iskolába, és vinnem kell majd ilyen, tehát hogy ebéd körül. És amikor elmenős nap volt, így a karanténban is, tök jó volt, mert a buktát nagyon könnyen el lehet vinni, ugye? De nyáron minek nincs az iskolán? Van arról, hogy nyáron nem dolgoznak egész nyáron a tanárok? De én tanítom a pályára készülő gyerekeket. Hiszen nekik nincs megállás nyáron. És most ki fogom próbálni a dagasztóját a... az új robotodnak. Jó, ott eszembe van megint. És ilyet még sose... így még sose csináltam a buktát a dagasztógéppel. Miért eddig mivel csináltad szóval a buktát? Szóval ez fajnő gyanús. mivel csináltad hát eddig a buktát? Kézzel. Csak mivel ilyen kis puhány vagyok, ezért konkrétan leszakadt a kezem már a végére mindig. És akkor most abban reménykedsz, hogy most a robotgép megmentett. Hát igen, elvileg ez azért van, hogy ilyen dagasztó. Jó, hát na, hát akkor most egy új változót bevonunk a történetbe. Igen. És ebbe a tésztába kelleni fog krumpli. Egyébként, aki erre a profi videót akar látni, nem mondom el, hol láttam, mert csak átmennek a mi csatornánkról. Hát a profi az nem érdekes. Sokkal érdekesebb, ha bármikor benne van a hiba lehetőség. Jó. Akkor én ezt a videót a Szabi a Péknél láttam. Nem kellett volna elmondani? De, csak vicceltem. Mert amikor ugye volt a karantén, és itt néztem, hogy hogyan kell kenyeret sütni, akkor nyilván a YouTube megtanulta, hogy ilyen sütős videókat nézek, és akkor kidobta. Mármint, hogy másmilyen kenyeret, mint amit sütni szoktunk azt a... Micsoda? Hát mármint, hogy másmilyen kenyeret, mint amit sütni szoktunk azt a Jéna is. Ja, igen. Kellett dagasztás, keresztés nélkül. Nézegettem, hogy melyik ugye a leggyorsabb. De volt egy, ami tök jó volt. Az a pejhes. Igen, abból csináltunk videót, nem? Persze. Csináltunk. Akkor nézzétek meg, az nagyon jó az az appelyes kenyér. Bár pont abban a videóban nem lett olyan jó, úgy emlékszem. De. Egyébként. Igen? Akkor jó. Hát biztos, az mindig ugyanolyan jó lett. Jó. Azt nem nagyon lehet, azt sem. Na. Szóval a krumpli. Csak hogy ilyen receptre is térjünk vissza. Igen, szóval ezt ott láttam a Szabi a Péknél. És kell hozzá egy krumpli. És jó, elég pöpecű megcsinálja meg. Amit te most megfőztél, hogy ilyen puha? A mikróba. Azt meg a Street Kitchen-en láttam, hogy a mikróba jó főzni a krumplit. Jó, mennyi ideig kell egy ilyen krumplit főzni? Hát én ezt most 8 percet tettem be, és nézd. Csak így betetted magába, vagy lefetted? Vagy hogy... Megmostam, és betettem. Igen. Jó. És le se fetted? Tehát, hogy gőze legyen, hanem csak úgy magába bedobtad, aztán... Igen. 8 perc hát alatt megfőtt a krumpli. Hát egy ilyen fél kiló krumpli, kb. 10 perc. Oké. Okay. Jó. Haladhatunk tovább. Mit kell csinálni? Tejet. 2,7 deciliter tejet. Beleöntünk. Na, majd jön, megint megszólnak, hogy belenyúltál a tejbe. Most akkor nem nyúlom, mert beteg vagyok. Mindegy, jaj. Mert a sütőbe úgyis feltöltlenítődik. Ja. 100 fokon minden elpusztul. Akkor jó. Igazán, hogy már 80-on is elég sok minden. Szóval,
Toás. Csak a sárgája. Ez majd beleesett. Szóval egy tojás sárgája. Egy tojás sárgája. Igazából mindig azt mondják, hogy szobahőmérsékletű alapanyagokkal érdemes dolgozni, de én mindig elfelejtem, szóval nem bírom várni. Jó, szóval nem várom meg, hogy megmelegedjenek, és mindig nem jut eszembe előbb. Ez most mi, amit beleszól? Kell élesztő. Ja, de tányérból van mindegy. 2,5 deka. 2,5 deka élesztő? Uh-huh. Ez is még ilyen fagyasztott karantén maradvány. Ez a nagy kocka élesztő, amit végül sikerült szerezni. Igen, ugye? Csak darabokra. És miért ilyen undorítóan olvad ki ez? Hát nem biztos, hogy szerette azt a mély fagyasztást. De. Ja, szerette, amit jó. Amit úgy értem, hogy... De jó élesztő illat. Kicsit, lehet, hogy ennyi ideig nem lehet fagyasztani. Hát. Nem tudom. Azt mondtam mama, hogyha a hűtőbe olvasztom az alt, tehát hogy a fagyasztóba átteszem a sima hűtőbe, akkor nem fog ilyen ragacsosra olvadni. Te ehhez képest. Eddig egyszer se olvadt ragacsosra. Nyilván. Persze, most csak mondod. Tényleg. Ezt csak mondod. A nézők úgy se iszik el. Na, igen. Szóval ezt tejtojás sárgáját össze kell keverni. Éleszkővel. Hozzáadni lisztcukorsót. Na. Akkor mennyi liszt kell? 1 kiló. Ebből 12 darab bukta lesz egy ilyen 20x30-as tepsiben. Egy ilyen. Kicsit viseletes, de jól működő. Jól működő tepsi. Ez szerintem még 2008 környékén vettem. Jó, beleszórod a lisztet. 1 kiló. Százát. 5-0, hopp, 4,99. De mi? Szülye. Jó, cukorból 5 deka cukor kell. Koronás kristálycukor. Igen. Az 50, ugye? Igen. Ho-ho! Már nagyon jó vagyok. És? És 8 gram só. 8 gram só. Nem tudom mennyi. Show must go on. Ennyi. Mondom ennyi. Ez még csak 7. 8. Jó. Oké. Okay. És ennyi. Na most ezt kell dagasztani. Most nézzük, mit csinálom. Ugye ezt hogy kell? Ez csak így bele kell úgy. Úgy kell csinálni, mintha... Szerintem igen. Lehet, hogy előtte össze kell keverni, és utána, de ez is összekeveri, csak most kicsit tovább tart. Aztán utána meg már dagasztja, ha tészta lesz belőle. Feltételezem. De nem tudom, hát én sem használtam ilyen soha. Szegény családban nőttem föl. Nem volt robotunk. Na, összekeveri ezt. Forgatni kell, nem vagy? Szárad egy kicsit. Vagy nem tudom. Döntsd meg egy kicsit, akkor jobban tudod cittetetni. Akkor erre jövök, ha arra döntesz.
Kicsinálja. Hát nem a gép, hanem a tésztában, amin elaperős megtéti a videót. Nem tartod eléggé. És akkor emiatt tudja elhúzni a kezelet. Igen, aztán szerintem, ha elkezd dagadni, akkor, vagy tészta lenni, akkor szerintem érdemes lassabb fokozaton csinálni, mert ugye a dagasztás az mindig egy ilyen viszonylag lassabb mozgás. Hogy ne szétvert, hanem összebagad. Jó tészta illata van már. Én nagyon szeretem a nyers tésztát. Nyam, nyam. Most már kezd tésztával összeállni, igen. Előbb-utóbb rá kéne szerintem erre tapadni, ha jó a tészta, és akkor így gyakorlatilag szinte együtt forog vele majd, hogy nem. Azaz. Megölöm. Mit? Nem baj, garanciális vég. De ennek úgy kell szerintem működni, tehát az a dagasztás, ha így forgatja. Akár még lassabb fokozaton is szerintem. Még lehet, hogy mindig túl gyors. De nem tudom, én csak tippelgetek. De ilyen nagy ipari dagasztógépet láttam már, az sokkal lassabban. Öreg. Aha, na igen. Meg kell tanulni, mert ez nem, ez biztosan tesz neki jót. Nem baj, garanciális. Ez szerintem sok. De mindegy. Kitolja. Hát nem vagy elég erős, nem tartod meg. Na jó. Nem vettem a kézi dagasztásnál elfáradt a karod. Nem, mert valaki megírja, hogy hogy kell, és következőnek jobb lesz. Egyébként egész szépen összerakta. Jó, most remélem ez már kicsit megkült, igen. Most kell hozzáadnunk a krumplit. Egy kis meó. Nyam, nyam, nyam. Nyás tészta. Fincsi. Most te? Most olyan trükköt vetettem be, mivel még kicsit meleg volt a krumpli. Hogy azzal olvasztod a vajat? Összerakom a vajat. Na és mennyi vajat teszel bele, csak hogy ezt is tudják a nézők. 10 dekát. 10 deka vaj. Ugye? Igen. Csak most a meleg krumpli egy picikét talán. Kihűl, igen. Egy picit meghűl. Kihűl plusz a vaj, meg megolvad. Igen, mert ugye, hogyha nagyon forró a krumpli, akkor az kinyíli az élesztő gombát. Azt ki bizony. De már egészen jó. Úgyhogy ez így, ahogy van, mehet. Krumpli az meg nincs... Igazán, ezt betennék, de mosogatóval lőtt ki. Jól. Nincsen igazán, kicsit nyomom így össze. Mit tartom? Ja, hogy hát az egy krumpli, ezt írja a recept. Nyilván egy ilyen közepes. Szerintem azért olyan finom ennek a buktának a tésztája, mert ennyi vaj kell bele. Hát a vaj az amúgy is egy finom cucc. Ezek a krumpli darabok, ezeket szét kell nyomni? Egyszer se vetted észre. De ezt kérem, ezek itt szét fognak nyomódni, addig nyomkorászok. Persze, de ez inkább most a vajadarabos, nem a krumpli. Ja, hát az egy krumpli is. Hoppá. És egy nagyon finom, könnyű láttésztát kell kapni. Meg kell nézni, hogy kell ilyen géppel dagasztani. Na, megint jól beamatőrködtem magam. Ezért szeretik a nézők.
és akkor itt most mehet a... Már most nem bírja a kezem. Most nem tudom, miért ilyen tutykos. Érenek száradok, meg kéne lennie? Igen, de valószínűleg még nem dolgoztam be eléggé a tésztába. Hát igen, még nem régóta dagasztod. És még itt vannak ilyen vajdarabkák. Hát adjunk neki a gépbe. Jó, hát hogy húz ki a csáparat, aztán esetleg foglal az edényt, és én a másik kézzel megpróbálom. Csak akkor átváltok a fájós kezembe, veszem a kamerát, és a nem fájós kezembe fogom a dagasztót. Ami viszont a bal kezem, hiszen a jobbot használom mindig, azért fájós a jobb. Na, te csak foglal az edényt. Kinyírod a gépemet. Nem baj, visszavisszük garanciára. Nézzük, mit csinál egyesen. Beleresszük. Jó, kettesek még lehet, följebb meteket. Na, ez az, van ennek ellenállása, ez az. Ez az, te csak az edényt foglalkozz. Nagyon rossz nekem ezt itt nézni. Fogd az edényt, hogy ne forogjon el, te csak az edényjel foglalkozz. Utálom, amikor belenyúlnak a munkámba. Én sem megyek oda, aztán nekiállok kötyögni. Pedig csinálhatnád a kibaszott Windows 10 frissítéseket. Mit csinálsz? Hát milyen mozdulat az? Hát csak trancsírozod szét. De akkor csináld az egészet egyedül. Jó van, akkor tessék, tisztíts. Hát nem igaz. Hát én tisztíts, de hát most nyomkodod, mint valami, nem tudom mit. Hát jó, belenyomtam, hogy alul is tekerje, ne csak a tepejét. Lehet, hogy ezt is kell csinálni. Majd megmondják a nézők, hogy én csináltam jólul. Ha igaz, ha nem, mondjátok azt, hogy én csináltam jól. Mutassuk meg! Na, tessék! Te túl férfiasan csináltad. Micsoda tészta formája kezd lenni, meg szétvered azzal az oldalsom a születet. Akkor majd hagyni kell, hogy rátekeredjen a tésztán. Jó, látod, milyen kis szép tészta formája? De cuki, nyam, de megenném. Így, ahogy van ezt az egész kukacot, miért sem fölfalnám. Még mindig van krumpli darab. Nein. Swipe! Na, milyen jól néz ki már. Nem tudom, hogy kell. Lehet, hogy tényleg így. De hát mindig nekem van igazam. Nem tanultad még meg, hogy mindig nekem van igazam? Még nem jön be a bigyugáról. De jó tészta illat. Igen, nem fordott miért én a tészta? Hát de ahhoz túl puha, nem? Meg tedd bele, hagyd benne, akkor szerintem elkezdi felpörgetni talán. Meg lassabban kéne, nem ilyen veszettét forgatni. Nem bírja, hát már hogy ne bírná? Hogy ne bírná? Dagasztani nem gyorsan dagasztunk. Na, mert te aztán vegyél lejjebb a sebességből, döntsd meg, még vegyél lejjebb a sebességből. És akkor azaz, mi ez, azaz, ha megdöntöm? Úgy, és tartsd ott, azaz. Tartsd ott is. És nagyon kicsiket mozgass rajta ide-oda csak. És tudod, az ütközésig lenne az aljára.
Nem, nem. Na, mennyivel lágyabb, mint az előbb. Most, hogy belekerült a vaj, meg a krumpli. Jóval lágyabb lett a tészta. Na, de cuki. De már nagyon jó, ez nagyon sokat segít. Olyat láttam, és ez tök jó ment már. Még így kell csinálni, és ettől szokott kiakadni a kezem, hogy... Ilyen eltoló mozdulatokat kell végezni. Ó, hát eltolni mi gyakran szoktunk ezt azt, úgyhogy abban végül is van tapasztalat. És akkor jó, ha így nem ragadod a konyha szekrényhez, és ez így most tényleg nagyon jó. Na, tessék, már csak a fejkendő hiányzik, és akkor ilyen igazi vidéki mamóka tudsz lenni. Igen, a zsír! Hát jó van. Legyen. Ám legyen. És akkor most elmegy aludni? Igen, ez most... Nem tudom, hogy most ilyenkor beszokta lisztezni. Nem lisztezzük be. Jó, akkor... Kikente olajjal? Nem emlékszem, már kétszer megcsináltad. Az a baj, már régen csináltam. Na. Lehet, hogy kikente olajjal a... Az ez volt. Egy kis oliva olajjal kikenni. Aha, de... Az ödényt? Aha. Így, és most 45 percre elküldjük pihenni. Jó, aztán indítjuk is az élőt, mert már 22 perccel megy ez. És azt ígértük a Facebookon, hogy kb. 15-20 percből indítjuk az élőt. Na, akkor pont jó. Hát már késésbe vagyunk. Kibírják. Majd megmondjuk, hogy épp egy másik videót csináltunk. Jó. És ezt ki fogom tenni most az előszobában? Na, ott van a legmelegebb. Állandóan meleg van, addig indíthatod. Jó. Letelt a 45 perc. Hát 40, de. Addig ment a pohár krémes élő. Hú-hú! Wow! Ez azért lényegesen nagyobb lett. Így van. Ezt látható, hogy óriási lett. Mondjuk nem annyira buborékos, de jó kis puha. És akkor most ezt kell csinálni, hogy 12 labdát formázunk belőle. Körülbelül 80 grammosakat. És nem azt mondtad, hogy kétszer kell valamit csinálni vele, és aztán 10 percet szuttyogtatni? De. Ja, jó, oké. Így is lesz. Így is lesz, rendben. Trust me. I'm engineer. Ó, nézd, milyen szép. Tökéletes kell tészta lett. Én nem mosogatni, de jó. Ilyen habos. Habocska. Aha, tényleg habos. Olyan buborékos. Bubbly. Habbeton. Az. Akkor. Én ma láttam a taktikainál, ott nem néztem még a videót, mert nem... Igen, ott már fújtak habbetont próbaképpen. Na fene. De nem tudtam végignézni, mert nem volt rá időm, csak elkezdtem. Szóval, mi kell csinálni? Én most túl nagy volt a forgalom. 12 labdát, és utána újra pihentetjük 10-15 percet, de inkább 10-et. Inkább 10-et. És akkor utána már nem fogsz vele csinálni semmit. De, utána... Formázom, megtöltöm lekvárral, és sütés előtt még 10 percet pihentetem. Oké. Okay. Tehát most akkor csak gömböket csinálsz csak belőle? Nem tudom, hogy egyem a gömböket. Hagyd ott az asztalon. Jó. Az a baj, hogy... Benink, hogy jön ki a 12?
3x4, ugye? Például. Most már kapásban látszik, hogy ez nem lesz akkora, mint az. Nem baj, hát most a boltban is különböző méretűek a bukták, mégis ugyanannyit fizetsz mindegyikért. Oké, csak marhára nem mindegy, hogy hogy sütöd. Mármint, hogy érted. Hát akkor megeszem azt a maradék gombócot, így nyersen. Ez 100 grammos, ez kicsit túlzás. Tökéletes. Labdát formázunk belőle. Csak valami lisztezett tüzére kéne tenni, mert... Megint milyen disznólat csinálok itt a konyhából. Mutatom is itt a nézőknek. Hát ez remek. Aztán én ezt a legyet mindjárt lecsapom, mert bejutott egy légy valahol és itt repked. Előbb rászállt a fejemre. Az 88 lett, nem baj, marad. Jó, tehát gyakorlatilag most akkor gömböket csinálsz belőle. Igen. És 10 percig fogod hagyni. Igen. Jól van. Szerintem akkor most itt elvágjuk, én lecsapom a legyet, és jövünk a formázáskor 10 perc múlva. Hoppá! Most már mehet. Hoppá. Várjunk. Előbb a tepsit ki kell tenni. Vagy mit is szoktam csinálni vele? Kilisztezni vagy? Kivajazni szoktad. Kilisztezni nem hiszem, hogy ki szoktad. Kivajazni, kimargarinozni, kirámázni. Kirámázva. Ott rámáz, hogy látszódjon. Így már látszódik is. Bár ezt mondjuk nem hiszem, hogy a magyarra, mert nem tudom. Lehet, hogy ezt mondta a videóban a csávó. Mindegy, valami lesz. Hát meg én amúgy is kiszoktam, mert így tényleg olyan könnyen kijön, bár mondjuk elég olajos annak is a tészta, szóval lehet, hogy amúgy simán kijön, de... Napszi. Én nem bízom a véletlenre. Tedd el, léci. Igenis. Hé, már így is kaptál egy csomót belőle. Megint egy légy, bakker! Ez honnan jutott ide? Ám van annyival itt, mint az állat. Na, és azt kell csinálni, úgy kell tölteni a buktát. Igen. Kész már a már. Hogy ki kell így ilyen négy, ilyen téglalap alakúra kell. Várjál, a följebb jövök, hogy látszódjon. Alakítani. Igen. De ez annyira jó kis könnyű lágy puha tészta lett, hogy nem is kell hozzá most sodrófa. Ki lehet így lapogatni. Vigyázni kell, hogy a közepét ne vékonyítsuk el. Már oda megy a tervem. Tessék? Oda megy a töltelék. Igen. Azért. Az a tervem, most szilverek várjuk, tehát fogunk csinálni, de legyen azt mondom, hogy csinálok 10 lekvárosat, és szerintem csinálok 2 csokisat. Jó. Vagy te is szeretnél csokisat enni? Nem, én lekvárosat szeretnék. És azt mondta a Pék, hogy ne spóroljuk a lekvárt. Ja, nincs annál rosszabb, mint az üres bukta. Az ember is megveszi a boltba a buktát, és így nincs benne lekvár. Úgy kell csinálni, fel kell hajtani az oldalát. Így látszódik? Látszódik. Megfogni a tetejét, így rá ide félig hajtani. Töltelék meg, így lenyomkodod, és csak ráülteted, és ennyi. És mehet is a tepsibe. És ezt most meg fogom csinálni mindegyikkel. Gondolom ezt nem akarod végigmutatni. Hát még egyet közelről, igen. Akkor megmutatom a csokisat is. Közeliben. Mert a csokisat most úgy fogom csinálni,
hogy már van ilyen 1000 éves csokoládé. A gombócát úr vajon szereti az 1000 éves csokoládét? A gombócát úr mindenféle csokoládét szeret. Egyébként szerintem ez a tészta, ez nem csak buktának jó, azt gondolom. Mert nagyon, nagyon jó. Tehát? Felhajtjuk a két oldalát, hogy ugye ne menjen majd ki a... És beleteszünk egy csoki darabot. Megyünk? Ezzel. Az úgy lehet, hogy kevés lesz neki. Vagyis neked. Hát, most elég mondtad, hogy nincs rosszabb a... Tessék? Hiszen te fogod enni a csokis. Ja, csak rosszul tettem, mert így lesz. Így. És akkor ezt pedig így teszem a másik végébe, hogy tudjuk, hogy melyik a csokis. Jó. És akkor így rakok 6-ot, és ide is 6-ot. Aztán... Aztán? Aztán megint hagyom 10 percet. És igen, mielőtt betenném a sütőbe, előtte meg fogom kenni olvasztott vajjal, azt is felvesszük még? Persze. Jó. Meg akkor a sütőből kiöveteltük. Akkor ezt miután betöltöttük, 10 percet megint hagyjuk pihenni. Akkor... Addig... Itt maradsz? Persze, nyugodtan. Nem kő. Jó, mindegy, akkor ez azt jelenti, hogy le akarja tenni. Azt mondja, hogy is benne van a videócsatornán. Megnézhetitek. Éppen vele csetelget, miközben odakozz már. Ugye éreztem, hogy nagyon érzed. Odakozz már! Várjál, mindjárt! Csak, hogy akkor most mikor? Mikor jössz? Vagy mi legyen? Jó a péntek? És hozzám beszélsz? Igen. Jó a péntek. Kép a képben. Jó. Akkor majd még egyeztetünk. Jó. Oksi, ne csak. Na, híres leszel, Beni! Jaj, nem vágod, ne idegesítsél, mert úgy készülök, hogy jössz, aztán kitalálsz ami hülyeséget, és mégse jössz. Na most ami fulmásra járt az agyam, miközben mondtam, hogy jó a péntek, de hát szóval, hogy legyen péntek akkor. Hm? Legyen. Amúgy inkább ne beszéljünk meg semmi. Na, elmészem ott. De akkor följössz. Hát, hogyha följössz értem, akkor jó a péntek. Igen. Jó, mindegy, majd holnap megbeszéljük. Jó. Okso. Na, csá! 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 Szóval... Ez nem odaégettem, ez most jó. Ja, egy picit barna, de ja. Így azért kivével. Mi milyen legyen? Amúgykor világosabb volt csak annyi picivel. Nem sokkal. Egy fél blendével. És szerinted akkor az jobb volt? Hát én jobb a szeretem. A hangodban ítélve tudtam. Tehát a kettő közül mondjuk ez a szín, ez nekem jobban tetszik, mint ez. Jó, mert ott magasabb. De nem baj, jó lesz ez. Most még forró, mint a rovadalom. Na, de így néz ki a bukta. Igen. Ezt ki kell szedni, és a célt lehet most választani. Most nem emlékszem, melyik volt a csokis fele. Célt lehet választani. Valamelyik végén van. Ne mondd. Na jól van, kedves szerintem nézők. Szerintem akkor holnap, hogyha reggelire eszünk, akkor megmutatjuk. Nem? Jó. Hogy széttörve milyen. Jó, rendben. Holnap reggelire most megmutatjuk. Most azért látszik, hogy jó kis puha. Jó. De azért, hogyha ilyen jó törik, úgy jobban fog látni. Reggel még visszatérünk. Jó. És most mit is csinálunk? Nem tudom. Te csinálod. Jó reggelt mindenkinek. Ahogy láthatjátok, az asszony hajat mosott. Ez felettébb fontos információ. Hát csak, hogy lássák, hogy miért ilyen vizes a fejed. Szóval, bukta. Bukta cukrozó. Bukta cukrozás következik. Bukta cukrozás következik. Meséld el, hogy miért derültél ilyen jól, hogy mondtam, hogy bukta cukrozás következik. Azért, mert amikor az egyetemre jártam, akkor a koriba, ahol laktam, azt hiszem, nem emlékszem, de szerintem volt egy csaj, aki azt mondta, vagy az egyik egyetemi társa, aztán közben lehet, hogy ő gondolta így, mert ugye ezt szokták mondani, tudod. Igen, hogy a barátom, vagy az ismerőse. Igen, igen. Barátom, vagy ismerőse. Hogy azt mondta a zenészekről, hogy azok bukta cukrozók. Hogy nem csinálnak semmit.
Nem, ne. Ja, Istenem, ja, hát. Teljesen jó lett volna, hát vagyok. Szóval most buktacukrozhatsz kedvedre. Igen. Szereted a szélsőt? Nekem jó a szélső. És mennyit kérsz reggelire? Kettőt? Kettőt kérek. Na jó, a másik szélsőt megeszem én. Uha! Tudjátok, hogy miért nincsen hosszabb szünet a műegyetemen? Mert akkor közben elvégeznék a közgázt is. Ha már ilyen, ezen a szinten vagyunk, ugye, hogy buktacukrozók az erészek. Basszus! Mindegyiknek összeragadt az oldala. És a gémérnökök épész nélkül, mint gépészmérnököket még szóba se hoztuk, és egyéb ilyen finomságok, amik így még vannak ebben a műfajban, ebben jelentős rejtett tartalékok vannak. Ajaj, ennek hol a teteje? Ugye a villamososok és a gépészek között például ez egy ilyen ősi ellentét. Na, tessék! Na, köszönöm. Akkor még törd meg, hogy lássák milyen a bele, és akkor lelőjük a felvételt, elbúcsúzunk mindenkit, a közelbe jövök. Ez igazi főzős videós. Igen. Látszik, hogy szép buborékos, foszlós, és ott a sok lekvár benne. Omlósz. Az. Oké, okay. Hát akkor sziasztok. Sziasztok. Nyam. Ez az igazi főzős, mikor beleharapsz. Igen. Ja, igen. Opa.